megáldatik és megszenteltetik. Ez a megújult otthon, a Szentlélek kegyelmes e szentelt vízzel való meghintés által az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek a nevében. Amen. Szocska Ábel megyés püspök szentelte meg a nemrég felújított otthont Nyírvasváriban. Külső szigetelés mellett új napelemeket és korszerűbb fűtésrendszert is tartalmazott a beruházás. A támogatás összege több mint 61 millió forint volt, amelyet az intézmény további 30 millió forinttal egészített ki. A nagyobb munkák mellett így a szobákat is ki tudják csinosítani. Szebb környezetben tudnak létezni az idősek, elmondhatják, hogy a minden modernebb körülöttük, akár az épület látszik, ugye a napelem a tetőnkön, a településen is jó híre van az épületnek, hogy egy nagyon szép és komfortos intézményt kaptak az ellátottak, és igazából a település is, mert ugye az ellátottaink nagy része innen kerül ki. Ez a felújítás már a sokadik lehetőség a Nyírségben a fejlődésre. Jelenleg 130 nagy település megújító program fut a térségben, mintegy 25 milliárd forintos toppos forrásból. Csapadékvíz elvezetők, ipari területek, inkubátorházak, kerékpárutak, iskolák, óvodák és bölcsödék épülnek és újulnak meg ebből. Sőt, 5 új szociális intézmény is épült, további 3-at pedig már felújítottak az önkormányzatok. És az a program, amire a Nyíregyházi Egyházmegye pályázott, az pedig ugye a környezetvédelmi operatív program, amiben 2,5 milliárd forint érkezett ide a választókerületbe, 14 pályázatban. Ebből megújult 5 iskola, egy szociális intézmény, és a többi pedig a környezeti nevelésre fordítódott. Ez egy úttörő dolog, amit a görög katolikus egyházmegye csinált, mert hogy Isten igazából majdnem minden intézménye ezen operatív programból megújult, ahogy láttam a számokat, igen imponzánsak. Hiszen az egyház egyik legfontosabb feladata a rászorulók segítése, legyen szó iskoláról, óvodáról vagy idősek otthonáról. Az átadón elhangzott, az elmúlt évtizedben az egyházak jó gazdái voltak ezeknek az intézményeknek, ezért egyre többen veszik igénybe az ezek által nyújtott szolgáltatásokat. Természetesen ezt igyekeztünk mi is hozzájárulni a magunk részével. Láthattuk, hogy sajnos akkor, amikor válságos idők voltak, akkor sokszor Magyarországon az idősek számára is nehezebb idők következtek be, hiszen a bentlakásos intézményekben, a szociális intézményekben 30 000 forinttal csökkentették még 2008-2009 környékén azt a normatívát, amiből ezek az intézmények tudnak gazdálkodni. Ezzel szemben hiába jött járvány, hiába voltak gazdasági nehézségek, mi az elmúlt 10 esztendőben 635 000 forintról 1,1 millió forintra emeltük a bentlakásos intézményekben a finanszírozás, a támogatásnak az összegét, ami egy jelentős emelkedés, hiszen itt egy közel duplázásról beszélhetünk, és mindeközben pedig ezeres, több ezeres nagyságrendben bővültek is a férőhelyek Magyarországon, tehát több idős ember számára nyújt lehetőséget, akár egy állam, akár egy ház intézmény, hogy ott időskorban biztonságban érezhessék magukat. A biztonságérzetet pedig mostantól a szebb, modernebb és komfortosabb épület is segíti.